Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt faluházuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni, addig haza se jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba. Oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben és a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés szén a termet benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja mind a 4-et, és eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jöv vele egy ősz öregember, és azt mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram? Csak nem adhatok egy borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki gondolja magában Palkó, és odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puska lövésnyire sem mehetett, megint elébe kerekedik az ősz öregember, és azt mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, és nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag Palkó. Hát, hogy adnék én borjat az egérért, mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esette le, vagy a földből, megint csak elébe állott az ősz öregember. Azt mondja neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, mondta Palkó, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is. Ment az egy borjóval, hajtott a nagy búson a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék valahogy azzal az öregemberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon, mert ami nagy búson mendegélt, tűnődött magában, csak elébe került az ősz öregember, és azt mondja neki. Hallod-e, fiam, add nekem ezt a borjat is, adok érette egy zacskót. Nem adom én, mondta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szeme elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, és annyit alszol, s ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod. Csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó. Ha már így van, minek menjek egy borjúval vására? Legyen az öregi a 4. borjú is. Mikor a 4. borjút is átadta az öregembernek, azt mondta ez. Na fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj, amerre a szemed lát, és kiásd vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért. Kérdezte az anyja. Eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért né. És előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Megmérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol eltalálta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, és ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment, mendegélt Palkó 7 ország ellen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, és ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges lánya, de ennek a lánynak nagy betegsége volt.
Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, és nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a lányát és egész országát, aki a lányát megnevetteti. És olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak. De a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, és jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornázára, és majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret és a futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, és járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De Uram Istenem, akkor át kacagott a király kisasszony, hogy a kacagástól csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe. Na, fiam, mondta a király, megkacagtattad a lányomat, most már csak altasd el. Azt mondta Palkó, csak vigyék be felséges királyom a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, és majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, és szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkót drága szép bíborvörös gúnyába, és amint a király kisasszony fölébredt, mindjárt nagy lagodalmat csaptak, és az öreg király általadta a lánya kezével Palkónak az országot is. 7 nap s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények és lányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, és 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.